Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja a csapadékos időjárás ellenére is népes emlékező közösségben valósult meg. A magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s békeleng, a búsbitókra itt elnézzetek. Az emlékezés koszorúit először a Klapka téren helyezték el a megjelentek, miután meghallgatták Somogyi Alfréd református lelkész, a Sej János Egyetem református teológiai kara dékányának nagyívű szónoklatát. Nekünk nem meghalnunk kell, hanem nekünk élnünk kell, élnünk muszáj magyarként a szülőföldünkön, és ezt akarnunk kell. Akarjuk is, hiszen az Úristen ide teremtett bennünket, ebbe a mi felvidéki magyar édenünkbe, és amikor Mózes első könyvét föllapozza az ember, rögtön ott az első fejezet közepe tájékán van az, hogy fogta az Úristen az embert, Ádámot, behelyezte az Éden kertjébe, hogy ezt művelje és őrizze. Nos hát ez a mi dolgunk. Kitartóan, körömszakadtáig, a hősök emlékét magunk előtt tartva, az ő maradásukból és példájukból merítve, maradni, művelni és őrizni. A koszorúk elhelyezése után az Anglia Parkba vonultak át a résztvevők, ahhoz az emlékoszlophoz, amely 17 éve áll, őrizve a két komáromi mártír várvétő emlékét. Török Ignác honvéd, őrnagy kötél általi halálra ítéltetett, másodikként végezték ki őt Aradon. Lenkei János honvédtábornok pedig elborult elmével az aradi várban hunyt el. Azért jöttünk ma el, hogy emlékezzünk a hősökre, akik végig küzdötték a szabadságharc csatáit, és a babérkoszorú helyett bitófára vagy golyó általi halálra ítéltettek. A komáromi megemlékezés, mely az aradi 13 gerincességét és hősies helytállását volt hivatott hirdetni, a magyar himnusz eléneklésével ért véget a zuhogó esőben is végig kitartó résztvevők közreműködésével.